Köszöntöm nézőinket, a Szolgáltatók magazinját látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Több milliárd forint értékű beruházás zajlik a mosoni szennyvíztelepen. Az öt település magába foglaló társulás a telep intenzifikációját végezteti uniós forrásból. Televíziónk a nyár folyamán többször kint járt a helyszínen. Összeállításainkban az akkori aktuális helyzetről számol be a társulás elnöke Pető Péter, valamint az üzemeltető Akvaszolgáltató Kft. Ügyvezetője Leitner László. A 90-es években épült a Moson-Magyaróvári szennyvíztisztító telep. Egy idő után sajnos kiderült, hogy nem tudja kellőképpen ellátni a funkcióját. Egyre több ház épült a városban, és ezáltal a lakosság szám is megnőtt. Előfordult az is, hogy környezetvédelmi bírságot szabtak ki az üzemeltető Akvaszolgáltató Kft.-re. A Győr-Moson-Sopron megyei bíróságon egy ítélet is született, amely tulajdonképpen a további környezetszennyezéstől eltiltotta az Akva Kft.-t, hiszen az innen megtisztított szennyvíz egyébként tisztított állapotban a Mosoni Dunába került tovább, és sajnálatos módon az utóbbi időben már valóban a Mosoni Dunát szennyeztük, tehát nem tudta ellátni igazából feladatát ez a mű. Ugye amikor 2007-ben megnyílt az Európai Uniós ciklusban a lehetőség pályázatra, akkor első alkalommal még Moson-Magyaróvár város önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat adott be tervezésre egy pályázatot, amelyet az Akva Kft. Bonyolított. Ezután 2010. januárjában jött létre a Moson-Magyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, amelynek éppen a közelmúltban bővült egy településsel a taglétszáma. Mosonudvar is teljes jogú tag lett. 2010 tavaszán adtuk be a pályázatot, amelyet 2010-ben visszakaptunk teljes átdolgozásra, majd ismételten benyújtotta a társulás, és aztán 2011-ben kaptunk először támogatólevelet, majd 2011. augusztusában írtuk alá a támogatási szerződést. Ezt követően állhattak neki a munkának, amelyet a társulás munkaszervezete végzett, valamint Moson-Magyaróvár városa megvette a telep melletti területet. A jelenlegi munka már az újonnan vásárolt területen zajlik. 2014 őszén a kivitelezővel létrejött a vállalkozási szerződés. Erre egy konzorcium alakult, amely a közbeszerzési eljárás során nyerte el ennek a jogát. Ahogy mögöttünk látjuk, új műtárgyak nőnek ki a földből, és aztán majd a következő ütemében a régi műtárgyak is felújításra kerülnek, amelyben bizakodunk, hogy Moson-Magyaróvár város lakói, de egyébként azon települések lakói is, még akik ezen szennyvíztisztítót veszik igénybe, hiszen Halászi, Mária, Kánok, Levél és Moson-Udvar községek is ide tartoznak, gyakorlatilag napi szinten semmit nem fognak ebből észrevenni. Tehát úgy folyik tovább a szennyvíztisztítás, hogy mindig szakaszosan állítják le a művet és újítják fel, és gyakorlatilag jelentősebb környezetszennyezés nélkül napi szinten ugyanúgy folyik majd a szennyvíznek a tisztítása. A tervek szerint magával az építési munkálatokkal ez év novemberében, decemberében szeretne végezni a társulás. Műszaki problémák természetesen bármikor előállhatnak, és az időjárás is nagy mértékben befolyásolhatja ezt. A projekt lezárásához hozzátartozik majd egy téli és egy nyári próbaüzemi időszak is, hogy lássuk, hogy valóban produkálja azokat a paramétereket hosszú távon ez a szennyvíztisztító, amely célból létrejött, hiszen a célja az volt, hogy a környezetet, a Mosoni Dunát ne szennyezzük, azt, hogy a fiatalságot környezettudatosan tudjuk nevelni, hiszen magán a szennyvíztisztítón kívül itt egy látogatóközpont is létrejön, és egyúttal energiatudatos is legyen maga a projekt, hiszen részben az itt megtermelt biogázból fogják az energiaellátását a telepnek biztosítani. Épül az új rothasztó eszköz a Moson-Magyaróvári szennyvíztisztító telepen. A különlegessége, hogy felülről építik, így a legalsó része lesz készen utoljára. Ennek a műtárgynak óriási szerepe van a telep működésében. Két fontos feladatot kell ellátnia a Moson-Magyaróvári szennyvíztelepnek. Egyrészt a tisztítást, másrészt pedig a keletkezett anyagok felhasználását. Annyi iszap keletkezik egy szennyvíztelepen, hogy naponta 100 kocsinyit ki lehetne vinni belőle valahova, hát nyilván így nincsen sehova se vinni ilyen mennyiségű iszapot, ezért ennek a visszaintését kezdjük meg, és gyakorlatilag ezen a telepen az első cél az, hogy ne csak víztelenítsük, hanem elérjük azt is, hogy energiát termeljünk ebből, és a mennyiségét csökkentjük. A víztelenítéssel a kiszárított mennyiséget csökkentik, így naponta 120 köbméternyi, vagyis körülbelül 12-13 teherautónyi iszap keletkezik. Ezt az anyagot belerakják ebbe az úgynevezett rothasztóba, ahol a mennyisége 45-50%-kal kevesebb lesz. A csökkenésből nyilván valami hasznos dolognak kell, hogy legyen, méghozzá metán keletkezik, ez a metán pedig éghető, így villamos energiát és hőenergiát lehet belőle nyerni.
ez a szennyvíztelep felhasználja saját maga, tehát a villamos energia fogyasztásának egy jelentős részét, több mint 50%-át várhatóan a szennyvíztelepnek fogja ez a metán képződés biztosítani. A tisztítás során keletkezett iszap több szempontból is nagyon értékes anyag, tette hozzá az ügyvezető. A technológiában gyakorlatilag a szennyvíziszap azokból a mikroorganizmusokból keletkezik, amiket el kell venni, mert többlet termelődés van, hiszen ők táplálékként a szennyvízbe levő szennyezőanyagokat eszik, és hát nyilván fölhízlaljuk őket, és utána a fölösleges mennyiséget elvesszük. Mit lehet ezzel az iszappal kezdeni? Nyilván a legegyszerűbb megoldás, hogy szeméttelepre vinni, de senki nem akar szeméttelepeket építeni azért, hogy iszapot helyezzen el. Ráadásul ezek olyan anyagok, amiket igazából a mezőgazdaságban is ki lehet helyezni. Különböző országoknak különböző a szabályozásai. Magyarország is ma már a mezőgazdasági elhelyezést megengedi. Volt időszak, amikor egyébként nem. Számunkra a szennyvízszap az egy nagyon értékes anyag. Hiszen gázt tudnak vele termelni, a szerves anyag tartalmát jelentősen le tudják csökkenteni, és a legfontosabb, hogy közel 20 napig egy 38 fokos térben van az iszap, ezáltal a benne lévő baktériumok elpusztulnak. Ennek köszönhetően a mezőgazdaságnak is egy nagyon hasznos, jól kezelhető anyagot termelnek. A szennyvíztisztító telep legújabb eszközét, a gázturbinát emelik be éppen a helyére. Ennek a gépnek nagyon fontos szerepe van a telep működésében. A rothasztó építésnek ugye két olyan fontos fázisa van, amivel szakemberek számolnak. Az első, amikor felépítjük a rothasztót, ez hál' Istennek már az előző időszakban elkészült. A második lépés pedig az, hogy ennek a rothasztónak ugye gáztermelése van, ennek hatására csökkenti a iszap mennyiséget akár 40-50%-kal, és keletkezik belőle egy értékes gáz. Ezzel a gázzal pedig két dolgot lehet csinálni, vagy elfáklyázzák, amik káros a környezetre, vagy villamos energiát termelnek belőle, és akkor gyakorlatilag újra fel tudják használni. Az egész rothasztót, az egész technológiát azért csináltuk, hogy egyrészt a iszap mennyiségét csökkentse, másrészt pedig hasznos energiát termeljen. Itt mögöttünk egy 250 kW nagyságú, tehát kilowattóra kapacitású gázmotor van, ami azt jelenti, hogy a telepnek az összes villamos energia igényének több mint a felét fogja ezt tudni várhatóan biztosítani. Ez nagy előrelépés a környezetvédelem területén, hiszen ennyivel kevesebb energiát igényelnek kívülről, hangsúlyozta az ügyvezető. Nyilvánvalóan mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne csak a felét, hanem egy picivel többet, vagy még többet. Ehhez fogunk további ötleteket majd a későbbiekbe bevetni, de most az is egy óriási előlépés, hogy már ennyit nem kell bevezetni ide a telepre. A gázturbinának és a felújított szennyvíztisztítónak köszönhetően az előírásoknak megfelelően fog működni a telep. Úgy gondolom, hogy Európai Uniós előírás az, hogy alternatív energiákat, biogázenergiát, napenergiát és ehhez hasonló alternatív energiaforrásokat minél nagyobb százalékosan vegyen igénybe egy ország. Nyilván van, ezt le kell építeni kicsire, mi ennyit tudunk hozzárakni első körben, hogy itt a mi energiafogyasztásunknak a felét már biztosan nem kívülről kell betáplálni. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Idén is folytatja a távhőrendszer korszerűsítését. Az ipartelepi légvezetékeket fektetik a földbe, így egyrészt kevesebb veszteséggel jut el a hő a felhasználókhoz, másrészt kevésbé rontja a városképet. Igaz, sokaknak évtizedekig hozzátartozott lakókörnyezetük látványához a magasban futó vezetékrendszer. A városüzemeltető munkagépei csapnak zajt az elmúlt hetekben az ipartelepen. A munkáknak azonban mindenki örül, hiszen a távhővezetékek teljes rekonstrukcióját végzik éppen. A beruházásnak köszönhetően több mint 200 ipartelepi lakás fűtési rendszere lesz modernebb hamarosan. A lakók számára a legfőbb előnye az lesz, hogy ezzel a rekonstrukcióval párhuzamosan az ipartelepen lévő távfűtött házaknak a hőközponti szétválasztását is megoldjuk, ami azt jelenti, hogy eddig egy közös hőközpontra volt ellátva a fűtési rendszer, most megbontjuk, tehát néhány ház kap önálló hőközpontot az idei évben. Ezek a több mint 40 éves gyapotszigetelésű alumínium borítású, nem éppen esztétikus csövek behálózzák az egész városrészt.
A légvezetékek hővesztesége kedvezőtlen, ráadásul a mostani fogyasztáshoz túlméretezett. A rendszer átépítése évek óta várat magára. A rezsire hivatkozva sokan nem kedvelik ezeket a távhős lakásokat, pedig Baklár Csaba szerint nem magas a távhő ár. Hatósági ár van, ugyanúgy, mint hatósági gázár is van, tehát azzal összehasonlítva most a 10% vezetőcsökkentés után 2905 forint egy gigazsúl hőenergia nettóban. Mondjuk összevetve egy társasházi fogyasztás esetében, tehát mondjuk egy társasházi gázkazán pont ugyanezen a nettó gázáron kapná az energiát, arra még rátevődne a kazán hatásfok, valamint a 22% áfa különbözet van ugyanis a távhőszolgáltatás 5%. A kivitelezés két ütemben zajlik majd. Idén a Bartók Béla utcai szakaszt építik meg. A beruházással egy időben lehetőség nyílik két oktatási intézmény, a Fekete és a Kisbólyai fűtésének korszerűsítésére. Ez utóbbi már idén elkészül, még előbbiben jövő évtől melegedhetnek a távhőnek köszönhetően. Mindemellett a Karolina Kórház is szeretné, ha az intézmény fűtés és melegvízrendszere távhővel történne. Gyában jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban, ez körülbelül augusztus közepére zárul le, és szeptember elejétől a szolgáltatási szerződést meg is tudjuk kötni, addigra műszaki feltételek is adottak lesznek. Vagyis szeptember közepétől már a kórház is rácsatlakozhat a távhőrendszerre. Nagyjából erre az időre tervezik egyébként az idei munkálatok befejezését, amit jövőre az Alkotmány utca környékén folytatnak majd. A korábbi években folyamatosan növekedett a Karolina Kórház rendelőintézet gázszámlája. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Szakembereivel viszont kiszámolta a kórház vezetése, ha áttérnek a távhőre, éves szinten jelentős összeget takaríthatnak meg. Az elmúlt hetekben ezért bontották meg az aszfaltot a Csaba utcában a VÜF munkatársai. Az elmúlt néhány év gázszámlái alapján nagy ütemben emelkedtek a Karolina Kórház költségei, ezért nézett utána Bertalan István főigazgató, hogy milyen eszközökkel lehetne csökkenteni a kiadásokat. Közben egy csomó beruházás történt, a beruházások egy része pont egy energetikai beruházás volt, ami számomra azt jelentette, hogy elvileg a kórháznak a hőigénye csökken, hiszen a hőszigetelésünk sokkal jobb lett a felújított épületrészekben, mint korábban, és mindezek ellenére minden évben emelkedett a hőmennyiségre kifizetett összeg. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Kiszámította, hogy távhővel mennyi lenne a kórház egyéves kiadása, és az új rendszernek köszönhetően legalább 20 millió forinttal kevesebbet fog fizetni az intézmény, mint az előző években. Ha beüzemeljük, és a további beruházások lesznek, majd a rendelőintézetünk az egyik legnagyobb hőmennyiség falu most, hiszen az egy 74-ben épült épület, abszolút nincs szigetelve. Hogyha azt is megcsinálják, akkor azt gondolom, hogy tovább fogjuk tudni csökkenteni az ilyen kifizetéseinket. Tehát ezek a meglévő és régi kazánok, ezek itt maradnak, tehát nem kerülnek el szállításra, mert kvázi eltérnek. A háttérben viszont már az új hőközpont épül. A munka megkezdése előtt a VÜF megvizsgálta azokat a helyeket, amelyeken műszakilag integrálható a kórház a távhőszolgáltatásba, tette hozzá az üzemviteli vezető. Szerencsére a kép kedvező volt, mert egy körülbelül 80 méter nyomvonal hosszúságú bekötővezetékkel ez megoldható volt. Ez egy körülbelül fogyasztásban egy megawattos teljesítményt, tehát a kórház kb. Egy 1 megawattos teljesítményt igényel, ami városi szinten egy nagy fogyasztónak számít, de ez műszakilag megoldható. A végéhez közeledik az építési folyamat, a külső földmunkák egy héten belül, a belső hőközponti munkák pedig várhatóan szeptember 20-ára befejeződnek. A beruházásnak további kiemelkedő előnye a véleményünk, illetve a kórház műszaki osztályának véleménye szerint is, hogy a hőforrás, ami alatt értjük a fűtés, illetve a használati melegvízellátó berendezéseket, az gyakorlatilag teljesen megújul, teljesen új berendezések lesznek, ami az ellátás biztonságát nagyban javítja. Szakember lakásokat kíván létesíteni a város a Sóházban. Az egykori kapucinus templomban lévő lakásokból kiköltöző bérlőknek például a Buda utcában újított fel ingatlanokat a Movinov Kft. A Sóházban lévő lakásokat nem a jó gazda gondosságával lakták lakóik, így jelentős munkálatokat kell végeznie az önkormányzat ingatlan kezelőjének, hogy a későbbiekben a városban élő szakembereknek biztosíthassanak kultúrát, lakókörnyezetet. Az egykori városfalon kívül épült a kapucinusok temploma és rendháza,
Második József feloszlattal rendet, később sóraktárnak használták az épületet. Innen ered a sóház elnevezés. A város döntött arról, hogy a sóház épületében szakemberlakásokat kíván kialakítani. Olyan frekventált helyen van, olyan szép épülete a városnak, hogy azt nem lehet veszendőbe hagyni. A sóház szociális bérlakásként funkcionál, és valamilyen rettenetes állapotban van. Akkor, amikor szembesültem ezzel az állapottal, akkor elhatároztuk, hogy ez így nem mehet tovább, ezt az épületet muszáj megmenteni, és sokkal jobb célokra fordítani. Elhatároztuk azt, hogy mindenképpen az itt élőknek keresünk olyan lakhelyet, ahol méltóbb körülmények között tudják folytatni az életüket. A több mint 300 éves épületben lévő lakások leromlott állapotban vannak. Aki önkormányzati bérlakásban lakik, a jógazda kötelességével kell, hogy éljen az ingatlanban. Ez nem minden esetben valósul meg, az ingatlanok pusztulnak. Volt, aki fát hasogatott a szobában és a folyosón. A lépcsőházban emberi ürüléket dobtak fel a falra. Az önkormányzat úgy döntött, azoknak, akiknek lejárt az 5 éves szerződésük a szociális bérlakásra, most más helyszínen, például a Buda utcában felújított, a 21. század elvárásainak megfelelő lakásokat ajánlanak fel. Én nagyon remélem, hogy békességgel meg fogjuk tudni oldani ezt, és az érintettek megértik azt, hogy a városnak, az önkormányzatnak vannak érdekei. Remélem, hogy megértik azt, hogy a városnak, vagy az önkormányzatnak vannak értékei, amelyekre mindnyájunknak vigyázni kell, mindnyájunknak megőrizni kell. És ez felelősségünk, hogy közösen megőrizzük ezeket az értékeket. Természetesen a városnak szociális ellátása is van, szociális érzékenysége is van. Ezt fejezi ki az, hogy több mint 12 millió forintért felújított lakásokba költözhetnek, és én nagyon remélem, hogy ha hajlandók lesznek legalább megtekinteni ezeket az új lakásokat, akkor minden aggályuk elmúlik efelől, és örömmel átköltöznek ebbe az új helyre. A felújításokat elvégezték a Buda utcában. Ez a 46 négyzetméteres lakás is megújult. Szerintünk a 21. század egy teljes felújítás lett, komfortos lakásokat alakítottunk ki, a fürdőszobák zuhanyzósak, melegvízzel, csapokkal mindenre felszerelve, új parkettát kapott minden lakás, járólapos, falakat teljesen újra vakoltok, újra vannak föstve, glettelve, tehát a mai kornak megfelelően villamosilag föl lettek újítva, tehát teljes újítást kaptak. A sóházban pedig szakember lakásokat alakítanak ki. Ezekben a lakásokban most nincs áram, a szolgáltató kikapcsolta. Van olyan bérlő, akinek több mint 1 millió forint tartozása van. A Movinov Kft. Folyamatosan újítja a lakásokat a sóházban. Ajtócseréktől a parketta cseréig, fürdőszobák felújítása, tehát a járólapozásoktól kezdve a szerelvénytárgyak cseréje, a villamosvezetékek újrahúzása, tehát elég tetemes összeget tesz ki. Az önkormányzat felelőssége, hogy a rászorulókon segítsen, a lakóknak pedig az lenne a kötelességük, hogy rendben tartsák portájukat. Igaziból nem kellett volna neki lerumolni, ezt a lakók tették ilyenni. A Flash Károly Nonprofit Kft. A Szent István Napok nyári fesztivál programjait szervezi, a VÜF pedig a műszaki hátteret biztosítja sok más városi nagy rendezvényhez hasonlóan. A Moson-Magyaróvári Városi Televízió Szent István napi stúdiójában Kosár Tibor, a VIF ügyvezetője is a vendégünk volt, miközben Ákos már az esti koncertjének a hangpróbáját tartotta. Nem csak a Flash Károly Nonprofit Kft. Munkatársai szervezik a nyári fesztivál Szent István napokat, hanem a város üzemeltető és fenntartó Kft. Munkatársai. Sok szeretettel köszöntelek. Tibor is itt van, ugyanis a VÜF-ösök is itt járkálnak, csinálják, végzik a dolgukat. Mi is a ti feladatotok? Hát ugyanúgy, mint ahogy az összes többi nagyvárosi rendezvényen, ugye közös szervezésben a városi nagy rendezvényeknél, a Feskár Kultúrás Központ és a Városi Üzemeltető közös együttműködésben zajlanak a rendezvények szervezései. Mi ugye adjuk gyakorlatilag a műszaki hátteret hozzá, a Flash pedig szervezi gyakorlatilag az egésznek a lebonyolítását, illetve a programok szervezését. Ugye mi kezdjük a rendezvényt, és gyakorlatilag mi végzünk a rendezvényen, tehát mi vagyunk az utolsóik, levonulunk a rendezvényről. A műszaki háttér biztosítása a mi feladatunk ugye első körben, a faházak, a villanyszerelési munkák és egyéb műszaki dolgok, hogy rendben legyenek a rendezvény teljes ideje alatt. És hát a menet közbeni hulladékgyűjtés, takarítás, a reggeli nagy takarítások, a napközbeni hulladékgyűjtések, illetve hát ugye a rendezvény végével
ugyancsak a nagy takarítás és a falázat visszaszállítása. Mennyire voltunk szemetesek az első két napban? Én azt gondolom, hogy a rendezvényhez mérten nem mondható elrugaszkodottnak a hulladékgyűjtésben eltöltött idő a kollégáknál. Én azt gondolom, hogy ez hozzá vele járója egy rendezvénynek, hogy a hulladékot utána össze kell gyűjteni, függetlenül attól, hogy számtalan gyűjtőedény ki van helyezve. Ettől függetlenül a reggeli nagy takarításokat ugye el kell végezni. Talán nincs is annyi kuka, mert akkor meg attól nem lehetne mozogni. Én azt gondolom, hogy menet közben is van hulladékgyűjtés, tehát 240 literes edények vannak, illetve ilyen fóliazsákok vannak kirakva, amiben a hulladék gyűjthető. Hát a reggeli időszaknak ez a munkája, hogy ezt összetakarítsuk és felkészüljünk az aznapi rendezvényre. Én azt gondolom, hogy aki kilátogatott, az jól láthatta, illetve észrevette azt, hogy, illetve én azt gondolom, hogy a rendezvény ilyen téren rendben van, és nem csak ilyen téren, én azt gondolom, hogy a programszervezés szempontjából is egy nívós rendezvényt láthat az ide látogató közönség. Ugye a fesztivál konkrétan 4 napon van, tehát 4 napig vannak programok, de hát a faházakat már korábban kiosztáltak utána, tehát nektek ez egy jó 1 hetes feladatotok. Hányan dolgoztok itt? Hány vifős van? Ugye inkognitóban vagytok többnyire, nem... Igen, tulajdonképpen teljes gárda dolgozik, hogyha a rendezvény kezdetétől, illetve kezdetét megelőző időszaktól nézem, és a vég a zárást követő időszakot, hogyha nézem, hiszen a kitelepítések, a faházak kitelepítése az ugye rendezvény kezdet előtt 2 nappal megkezdődik, a villanyszerelés az ugye előtte való nap, a visszatelepítés a faházaknak pedig próbáljuk úgy ütemezni, hogy az útzárat megelőző időszakban mindenféleképpen visszaszállításra kerüljenek a faházak, ez többé-kevésbé sikerül is, de gyakorlatilag este 8 óráig kaptunk útzárat. Általában. Pontosan ezt akartam, tehát igazából egy délig 2 óráig ezt mindig meg szoktuk oldani. Ami esetlegesen itt marad és a helyszínen marad, az pedig olyan helyen van, amit későbbiekben mindenféle útzár nélkül el tudunk vinni. Nagyon szép környezetben vagyunk, itt a Szent István szobornál rengeteg virág díszíti egész évben is, hát ugye itt van a 20. ünnepség, talán még különlegesen szépségét adja majd a holnapi ünnepségnek. Viszont itt jártak a Virágos Magyarország zsűrie, illetve voltak még megnézni a várost, így már másodszor milyen tapasztalatokról lehet beszámolni? Ugye két zsűrizős volt már most, illetve volt egy zsűrizés, ami gyakorlatilag a teljes városképet nézte, tehát a virágosítást elkezdés. Fontos tudni azt, hogy nem csak a virágosításról van szó, tehát a rendezettségről, a civil szervezetek részvételéről, az iskolák tudatformálása, tehát gyakorlatilag teljes egészében nézik és vizsgálják a várost, és alkalmasnak találtuk az első zsűrizés alkalmával bennünket arra, hogy eljönnek egy következő, egy turisztikai szempontból való bírálatra, illetve arra, hogy egyáltalán a város mivel belekerült abba a körbe, hogy részt vehet a nemzetközi megmérettetésen, amennyiben az első díjat el tudjuk hozni, nyilván ez költségekkel jár. Fölmérték azt is, hogy a város egyáltalán hajlandó-e arra, hogy ezeket a költségeket a későbbi években tudja fedezni, és amennyiben igen, és amennyiben az első helyen végzünk, akkor gyakorlatilag Mosonmagyaróvár belekerülhet egy olyan pozícióba, ami országos szinten a nevezett városok között előkelő helyet ér el, és amennyiben az első helyet érjük el, akkor egy nemzetközi megmérettetésen is részt vehetünk. És azt gondolom, hogy ez a cél, tehát az elmúlt 3 évnek a munkája gyümölcse lehet az, hogy minden évben különböző díjakat nyerünk ezen a nevezett versenyen, de azt gondolom, hogy a 3 év gyümölcse lehet az, hiszen erre készültünk, hogy egy első helyet elhozzunk a Virágos Magyarországi programba. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, a munkatársaidnak pedig azt, hogy így estéről estére szép környezetben tölthetjük el a fesztivált, és hát a kedves nézőknek is fontos, hogy otthon ők is rendbe tartsák a környezetüket, hiszen együttes erővel tudjuk elérni azt, hogy a Virágos Magyarország mozgalomban az első helyezést érjük el. Köszönöm a lehetőséget! Kedves nézőink, a Szolgáltatók magazinját látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Írjanak nekünk az info@mosonmagyarovartv.hu e-mail címre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!